Szép napot mindenkinek, ez a Kocka Disputa, és jövő hét elején itt az Oscar díj átadó, a 94. gála lesz ez, és természetesen, ha Oscar díj átadó, akkor itt a Kocka Dispután esélylatolgatós videó. Most is meg fogjuk nézni, hogy kik a legesélyesebbek, hogy mit mondanak a tippelgetős fogadós oldalak, de ezúttal nagyobb hangsúlyt szeretnék arra is tenni, hogy milyen filmeket ajánlok én nektek, már csak azért is, mert most láttam az összeset, majdnem 40 filmet megnéztem a gála kedvéért, illetve ez nem igazi nyilván, hiszen mondjuk a filmek felét amúgy is megnéztem volna. De a másik felé tényleg azért néztem meg, hogy legyen összehasonlítási alapom, és releváns legyen a véleményem, hogy sokan így temetik az Oscar-díj átadót általában is, tipikusan azok az emberek, akik mondjuk 2 vagy 3 filmet láttak a 40-ből, amiről beszélünk, hát úgy igen, nem annyira érdekes az egész, ha több filmet láttál, akkor persze sokkal izgalmasabb. Szóval én megnéztem most mindet, 38 filmről beszélünk egyébként konkrétan, és minden egyes kategóriánál ki fogom majd emelni nektek, hogy szerintem melyik volt a legjobb abból az 5-ösből, vagy hát 8 hiszen van egy 8-as kategórián kis, a fő kategória a legjobb film, de egyébként 5 filmek lesznek, és én majd ebből mondok nektek egyet, amit szerintem nem érdemes kihagynotok. Talán azért is lesz ez érdekes, mert hogy azt vettem észre, hogy sokszor egy picit eltér a véleményem a fősodortól, csomó olyan film van, amit agyon hype-olnak, és szerintem annyira azért nem jó, és egy csomó gyöngyszemet is találtam, amit érdekes módon senki nem ajánl, vagy nem beszélnek róluk, pedig nagyon-nagyon jó filmek, úgyhogy kifejezetten ezekre szeretném én felhívni most a ti figyelmeteket. Természetesen mélységében azért nem fogunk belemenni a filmekben, mert akkor egy végtelen hosszú videó lenne, és így is nagyon hosszúak szoktak lenni ezek a videók, meg ugye sok filmről már csináltam külön videót is, biztos majd sokszor fogom ezt a mondatot ismételgetni, mert ott részletesen kifejtem egy adott filmről a véleményem. 11 filmről volt már egyébként szó a csatornán, a 38-ból, úgyhogy ez annyira nem rossz. Illetve mindezeken felül azt is el fogom nektek mondani, hogy hol tudjátok streamelni ezeket a filmeket, talán ez hasznos info. Azzal együtt, hogy el kell mondanom, hogy egy picit csalódás volt, hogy csomószor rákerestem, hogy hol streamelhető egy film, és akkor kiírták, hogy nem tudom, mondjuk az HBO-n, és leellenőriztem, és nem volt ott, mert hogy Magyarországon hát sokkal kevesebb film elérhető, mint külföldön, de azért így is lesz egy-két film, amit majd el tudok mondani, hogy meg tudjátok nézni a Netflixen, az HBO-n, vagy az Amazon Prime-on. Na és akkor nem is szaporítanám tovább a szót, vágjunk is bele, leteszem magam kicsibe, és már is itt láthatjátok az IMDb-nek a listáját, az Oscaros jelölt listáját, ezen fogunk végigmenni. Nyilván a főbb kategóriák majd a vége fele lesznek, természetesen most is betegeltem a videót, szóval, hogyha valamelyik kategóriára nem vagytok kíváncsiak, nyugodtan tekerjetek bele, bár én, ahogy néztem egyébként, mindegyik kategóriánál fogok tudni nektek olyan filmet mondani, amit szerintem nagyon-nagyon megéri megnézni, úgyhogy ennyi értéke minden kategóriának lesz. És hát, ahogy láthatjátok, az első kategóriánk a legjobb nemzetközi film ezzel az 5-össel. Fel fogom azért olvasni, hát ha valaki podcastként hallgatja ezt az adást, amit abszolút meg tudok érteni, jó takarításhoz, jó kis kocka disputa. Szóval ez az 5-ös, a Drive My Car, a Flea, a Lunana, a Jack in the Class, milyen remek cím ez, The Hand of God és a The Worst Person in the World. Ez az 5-ös, és hát ebből az 5-ösből haladjunk talán leghátulról. A Drive My Car, amiről picit hosszabban is beszélek, mert hogy elég sokszor vissza fog még térni. Konkrétan 4 Oscar díjra is jelölték, ami hát nyilván kevesebb, mint az idei rekorder Power of the Dog a maga 12 jelölésével, vagy a Dűne 10 jelöléssel, de azért ez egy visszatérő elem lesz így is, és nagyon szerették a Drive My Car-t a kritikusok, ami nekem hát így megdöbbentő volt. Nekem a 38 filmmel, amit láttam idén, ez volt magasan a leggyengébb, több okból kifolyólag is. Egyrészt ez egy nagyon hosszú film, 3 órás, egészen konkrétan, és egy novella alapján készült, és a novellában egyszerűen nincs annyi alapanyag, ami indokolná, hogy ilyen hosszú legyen ez a film, még akkor sem, hogyha a szerzőnök, aki írta azt a novellát, más novelláiból is hát elemeket átemeltek a filmbe. Nagyon vérszegény, ami a cselekményt illeti ez a film, de nem ez a legnagyobb probléma, mert láttunk már olyan filmet, aminek nem a cselekmény az erőssége, és mégis szuper. Sőt, ezen az Oscaros listán is több ilyen film is lesz. A nagy probléma ezzel a filmmel, hogy borzasztó a rendezés benne, borzasztó a színészvezetés. Én nagyon-nagyon rég láttam ennyire hiányos rendezői instrukciókkal dolgozó színészeket. Ugye említettem például Paul Thomas Andersonnál nem olyan régen, hogy mennyire jó az ő színészvezetése, és ha valaki nem érti, hogy mi ez a fogalom, akkor nézze meg egymás után a Licorice Pizzát, meg a Drive My Car-t, és minden világos lesz. Én nem értem, hogy miért gondolta a rendező, hogy az eszköztelenség, a hiány az minden esetben
esetben valami művészi hozzáadott értékkel, valami tovább gondolással rendelkezik. Először, másodszor, harmadszor talán igen, de ha végig így játszanak a színészek, az inkább csak unalmas lesz, mikor századszor is azt látjuk, hogy a kimondott mondatok előtt így 5 másodpercig bámulnak a semmibe. Nekem ez nagyon fura volt. A karakterek hihetetlenül alulírtak, nagyon fura az is, hogy mennyire, mondom, eszközszerűen játszanak, mennyire kevés dialóg van, aztán mindenkinél van egy pillanat, amikor így történik valami, és akkor hirtelen jön egy 5-10 perces monológ, amiben olyan összeszedetten beszél az addig kommunikálni képtelen szereplő, hogy mi csak így nézünk, hogy most itt mi történik. De a legrosszabb benne valóban az, hogy nagyon unalmas, nagyon keveset nyújt ez a film, a gyászmunkáról szólna többek között, de szerintem erről nagyon keveset állít, és az sem túl eredeti módon teszi. Ennek ellenére imádták a kritikusok, nagyon sok díjat nyert, szerintem borzasztó volt, de amikor ezt mondom egy filmről, tudjátok, hogy én azon a véleményen vagyok mindig, hogy ne higgyetek nekem se, különösen, ha nagyon utálok egy filmet, nézzétek meg ti is, és döntsétek el, hát ha nektek sokkal-sokkal jobban tetszik, és élvezni fogjátok ezt a 3 órás filmet, de én nem bírom ki, hogy ne ajánljak helyette egy másikat nektek. És a másik film a Brokeback Mountain, ugye, ami magyarul a Túl a barátságon csodálatos címre hallgat. Nagyon hasonló sok szempontból a két film, mind a kettő egy rövidke novellát adaptál, mind a kettő elég eseménytelen, mind a kettő inkább a karaktereinek a belső érzelemvilágára fókuszál, és olyan karakterekről beszélünk, akik az érzelmei kimutatásában és megélésében nem túl erősek, és mégis, ami a Brokeback Mountainban van, az csodálatos, elképesztően jó ott a színészi játék, ugye Heath Ledger és Jake Gyllenhaal csodálatosat játszik, nagyon jó annak a filmnek a zenéje, a fényképezése, talán egyszerűen sokkal-sokkal jobb film, mert például engedték színészkedni a színészeket, ez nem egy utolsó szempont, úgyhogy inkább azt nézzétek meg, ha egy ilyen melankólikusabb, lassabb tempójú drámára vágytok. Na de haladjunk tovább, és ígérem, hogy nem fogok ennyire részletesen beszélni a többiről. A következő film nekem ezen a listán, ezen a képzetbeli top 5-ösön itt a Hand of God lenne, ugyanmi egy Sorrentino film, olasz film önéletrajzi ihletéssel, ha a Fellinis elemeket vélünk felfedezni, az nem lesz a véletlen műve a fiúról, akinek elég drámai fordulatot vesz az élete, és ez befolyásolja azt, hogy ő hogyan lesz, vagy nem lesz filmkészítő. Sok helyen a Cinema Paradiso-ra hasonlított nekem, ami egy csodálatos film a film szeretetéről, nagyon ajánlom nektek azt, nekem annak a nyomába se ért, de ezt a filmet már a Netflixen meg tudjátok egyébként nézni, tegyétek meg, ha így az alapfelütés érdekes, akkor lehet, hogy szeretni fogjátok ezt a filmet. A kövi nekem az a Lunana ezen a listán, ami az egyik meglepetés volt, az egyik legnagyobb meglepetés ezen az egész Oscaros sztorin, egy butáni film, hát nem mondom, hogy túl lelkesen tettem be ezt a butáni filmet. A sztori az elég egyszerű, van egy tanár, aki már nem akar tanár lenni, utálja ezt az egész szakmát, de Butánban kötelező vagy az 5 éves szolgálatot kitölteni, és az utolsó évében őt felküldik Lunanába, ami egy Isten háta mögötti hely, egy mély szegénységben élő falu a hegyekben, ide kell felmennie tanítani a emberünknek. Elég hagyományos nyomvonalon megy ez a film, egy igazi feel good alkotás ez, én nagyon tudom ajánlani nektek, ha egy kis boldogság hormonra vágytok, meg amúgy is elég aktuális a téma, ugye a mi magyarországi közegünkben, ahol a tanárok megbecsülése eléggé előtérbe került mostanában, és ez a film állít erről a témáról nem is keveset. Ugyanakkor annak ellenére, hogy mondtam, hogy nem a meglepetés az erőssége, a klasszikus gics veszélyhelyzeteket elkerüli, főleg a vége fele ez a film, nekem nagyon tetszett, már csak az is, mert a közeget egyáltalán nem ismertem, hát mit tud az ember Butánról? Semmit, én legalábbis biztosan. És az is érdekes volt, hogy a szereplők nagy részeit amatőr, konkrétan a 80-90%-a a filmnek nem színész, hanem valóban ebben a faluban él és lakik. Annyira megdöbbentem a film végén, mikor néztem a stáblistát, és így láttam, hogy a kedvenc kis gyerek színészem, aki nagyon-nagyon jó volt, így egy falusi lakó, tehát ő így nem színészkedett, hanem önmaga, és annyira természetes volt a kamera előtt, hogy wow. Nagyon ezek voltak a forgatási körülmények, itt nincs semmi áram ebben a faluban, tehát szépen összvérekkel fel kellett mászni a készítőknek, és napelemeket vinni magukkal, mert csak így tudtak forgatni, szóval tényleg elég érdekes sok szempontból a film, még egy érdekes trivia, hogy már nevezték tavaly ezt a filmet, ez egy 19-es film, de hogy így nem engedélyezte az Oscar Committee, hogy nevezzék, mert hiába támogatta a kormány és a butáni kormány, hogy benevezzék az Oscarra ezt a filmet, kell legyen egy külön helyi Oscar bizottságod, aki javasolja a filmet az Oscar gálára, mert különben nem engedélyezik, és hát nem volt ilyen bizottsága a szegény Butának, úgyhogy nem engedélyezték ezt a filmet, de nem kell félni, tavaly csak ezért a filmért létrehozták ezt a bizottságot, nevezték is a Lunanát, és el is fogadták ezúttal a nevezést, és hát bekerült a top 5-be, hogy egy ilyen siker sztori legyen ez az egész. Úgyhogy ez egy jó film, de nem ezt mondom én nektek, hogy mindenképpen nézzétek meg, hanem vagy a Fleet, vagy a Worst Person in the World-ot. Egyikről sem fogok most részletesen beszélni, mert hogy már külön videóban beszéltem róluk. A Flea ugye nagyon érdekes dokumentumfilm, ami rajzolva van, egy nagyon személyes történet egy menekültől, egy afganisztáni menekültől, aki eljutott Dán
Romániába, akinek a helyzetét az is nehezíti, hogy ugye meleg, ami hagyományosan egy pompás dolog az arab országokban, mint azt tudjuk. Nagyon-nagyon jó film, nagyon érzékeny film, biztos, hogyha nyer valamit, és már pedig szerintem fog, akkor majd elmondják százan, hogy hát ez nyilván csak azért nyert, mert meleg, meg migráns. Nem, ez egy tök jó film, higgyetek nekem, úgyhogy mindenképpen megéri megnézni. Talán még egy jobb, a Worst Person in the World, vagy legalábbis engem jobban megszólított, egy felnövés történet, egy 30-es évei felé közelítő nőről szól, aki hát elég nehéz és elég eseményekkel teli 4 évet él át, legalábbis a film cselekményében, amit mi látni fogunk. Nagyon jól megírt, nagyon szórakoztató, keserédes, sokszor melankolikus, de mindenképpen egy jó, érzékeny film, úgyhogy nekem ez a kettő az, ami a legjobban tetszett, a Flea és a Worst Person in the World, és ha egyet kéne mondanom, The Worst Person in the World. Nem tudom, hogy itt mi fog nyerni, sajnos nagy esélyt látok a Drive My Car-ra, mert hát tényleg ezt most muszáj dicsérni, ezt a filmet, úgyhogy szerintem ezt fog nyerni, de én nagyon a Worst Person in the World-nek drukkolok, meg is mutatom nektek gyorsan az esélyeket itt, hát ahogy látjátok, valóban a Drive My Car-ra, hogyha most fogadtok, akkor semmi pénzt nem fogtok nyerni, egyébként nem fogadtam, bár nem itt, hanem a B-vinen, de amúgy ne fogadjatok, mert a szerencsejáték rossz dolog, de hát én gondoltam, ha megnéztem ezt a 38 filmet, és azért valamennyire képbe vagyok, akkor csak fogadok, majd elmondom, hogy mire. Minden esetre, ami nekem ugye a kedvencem, a Worst Person, az 6-os ottszal van, ami hát elég magas, nyilván azért, mert nem tartják túl esélyesnek, a Flea 8-al, és hát ugye 1,02-vel itt csücsül a trónon a Drive My Car, azt nyerni fog, de remélem, hogy nem. Na és akkor haladjunk is tovább, átugorjuk a shortfilmes kategóriákat, mert azok nekünk most nem érdekesek. Jön a következő 5-ös, az Animated Feature film, animált nagyjáték film, Encanto, Flea, Luca, Raya and the Last Dragon, The Mitchells vs. The Machines, ez az 5-ös. Hát itt van 3 Disney film, ezeket tudjuk le gyorsan, mert elég hasonlóak. A Raya talán a legkevésbé jó a sárkányos távol-keleti témáival, nagyon bugdácsolt itt a történet, a vezetés és az animáció sem volt annyira jó. Egynek természetesen, mint minden Disney film, tökéletes, de ennél sokkal jobb a többi film. Például az Encanto jobb, annak ellenére, hogy nekem ez is csalódás volt, mert nagyon tetszett a premisszája, tehát ez a varázserővel bíró család, akinek csak az egy tagja nem bír varázserővel. Hát itt is kitalálható persze, hogy mi lesz a fő üzenet. Nagyon jó volt az animáció, én azért is vártam, mert egy Lin-Manuel Miranda film, nagyon szeretem ezt a zeneszerzőt, illetve rendezőként is most már debütált, majd fogunk még róla beszélni majd a Tick-Tick-Boom kapcsán, de valahogy annyira nem volt erős most szerintem ennek a filmnek a zenéje. Van egy-kettő nagyon emlékezetes szám, de főleg az elején, például a We Don't Talk About Bruno, nagyon-nagyon jó, de később a katarzis számok nekem nem ültek annyira, újra is hallgattam most a soundtrackjét, mert majd a soundtracknél is lesz jelölve, illetve maga a történet is nekem néhol szétesett, fura pontokon tettek be a zenéket, ami megtörte néha a cselekményt, valamint velem nem annyira rezonált pár dolog, amiért ezt a filmet sokan dicsérték, és ez pedig az ilyen progresszív karakterábrázolásai, ami szerintem egy nagyon fontos dolog, és én nagyon örülök, hogy reprezentálva van például egy szemüveges ember, mert hogy a főszereplő szemüveges, vagy hogy itt a nagyon erős karakter egy nő, ezek tök jó dolgok, nagyon örülök neki én is, csak hogy ettől nem lesz jobb önmagában a film. Tehát ettől a cselekmény nem lesz erősebb, ettől a karakterek nem lesznek mélyebbek, úgyhogy nekem ettől nem lett átütőbb a film, illetve a fő üzenetétől is úgy éreztem, hogy egy picit visszatáncol a vége fele, nagyon ment, menni látszott ezzel a jó kis tanulsága, hogy nem kell varázslás, hogy különleges legyél te, vagy a család maga, hanem a család, az összetartozás, az elfogadás, ezek ilyen fontos dolgok. De az utolsó példa egy picit mégis visszatáncolt ettől a film, amiatt haragudtam rá, ettől még ez mindig egy jó film, jó Disney film, csak szerintem ennél van még jobb is, ez pedig a Luca, egy Pixar film, ami arról szól, hogy itt az olasz közegben ember és hát a tengeri szörny között, mondjuk így, különleges barátság szövődik, nagyon jó kis üzenetekkel, nagyon jó animáció van, nagyon kedves, nagyon jó film, ha mondhatom ilyen egyszerűen. Jó érzéseket kelt az emberben, amikor nézed, meg amikor felállsz előle, akkor is. Nem világ megváltó, de talán a Disney Pixar vonalon ebből az 5-ösből ez a film a legjobb, nekem legalábbis ez tetszett a leginkább, de ennél van jobb film, például a Flea, amiről már beszéltünk, úgyhogy nem fogom még egyszer elmondani, hogy miért szuper ez a film, de mindenképpen már csak különlegessége miatt is veri az említett 3 Disney filmet, de érzelmileg is erősebb volt számomra, egyszerűen hát sokkal jobban megérintett, mert egy személyes történet, egy valós történet rám ezek nagyon tudnak hatni, és mégsem ez a legjobb, amit ajánlok nektek ebből az 5-ösből, nem is lehetne máshogy, hiszen ha emlékeztek, a 2021 legjobb filmjeit és sorozatait összegző videómban már említettem, hogy az egyik kedvenc filmem tavalyról a The Mitchells vs. The Machines volt, ami egy fantasztikus film, nagyon jó üzenettel, sokkal jobban valósítja meg szerintem ezt a családi összetartozás, konfliktusok témát, mint mondjuk az Encanto. Szuper egyedi animáció, nagyon színes, nagyon jól ilyen mai megoldásokkal tarkított ábrázolásmódja volt. Nagyon szerettem a karaktereket, akiknél valahogy nem emelték ki azt, amit az Encantónál, hogy mennyire nem hagyományos
aljasak, mennyire nem hercegnős mondjuk a főszereplő, hanem vannak hibái, ahogy a többi szereplőnek is, pedig itt ugyanúgy erényez, de itt nem ez az, amivel dicsérni próbálják a filmet, mert eléggé sokan dicsérték rajtam kívül is ezt az alkotást, hanem leginkább a humora, a karakterek és az egész ábrázolás, mármint a család ábrázolása, amellett, hogy tök jó az alapsztori is, tehát ez a kitör a robot apokalipszis, ez mennyire király már, meg ahogy rájátszanak a robotokkal kapcsolatos viccekre, ahogy a robotok meg az emberek interaktálnak, szóval csomó dolog miatt lehet szeretni ezt a filmet, egyértelműen ezt ajánlom nektek ebből az ötösből, Mitchells versus the Machines, és remélem, hogy ez is nyeri meg ezt a kategóriát, bár tartok tőle, hogy itt is az Encanto az esélyesebb, gyorsan nézzünk rá az esélyekre, animated feature film, hát 1,1-es ottszal az Encanto, nagyon esélyesnek tartják, és itt is 6.0-ban van a Mitchells, mint az előző kategóriánál, ugye, az én kedvencem a Worst Person, hát remélem, hogy ez fog nyerni mégiscsak, és meglepetés születik, a többi sorrendje egyébként Flea, Luca és a Raya a többség szerint is valóban innen a leggyengébb. Hát meglátjuk, hogy mi fog történni, nem lepődünk meg az Encanto győzelménél, de titkon hajrá, Mitchellék! Tovább haladva pedig átugorjuk a documentary shortot, és itt van a documentary feature, egész esés dokumentumfilmek, az egyik legjobb kategória, amiben a legtöbb olyan film volt, amit biztos, hogy nem néztem volna meg, ha nincs ez az Oscar diátadós sztori, de megnéztem mindet, és igazából itt majdnem mindegyik film baromi jó, kivéve talán a Summer of Salt számomra, ami ironikus módon itt is sajnos a legesélyesebb, hogy nyerjen ebben a kategóriába, ez egy zenei fesztiválról szól, amit főleg fekete előadók vittek, és a feketéknek is szólt leginkább, de nyilván nem csak ők voltak ott. Szóval van egy ilyen társadalmi jelentősége is. Én a magam részéről egyszerűen nem tartottam izgalmasnak a formulát sem, amivel így belehelyeztek minket a fesztiválra, nagyon sok számot egyszerűen végig játszanak, meg így megemlékeznek arról, hogy micsoda jelentősége volt ennek a fesztiválnak. Engem egyszerűen nem húzott be ez a történet, meg kell mondjam. Ha már ilyen feketéket érintő jelentős történetről beszélünk, akkor ott van az Attika, hát így magyarosan mondva Attika, de tudjuk, hogy Etikának kéne mondani. Szóval az Attika egy baromi jó film, srácok, egy 70-es évekbeli börtönlázadásról szól, New York egyik legkeményebb börtönében fellázadtak a rabok, többségében fekete és puertorikói rabok, akiket fehérek őriztek, hát elég brutális módon, nagyon kemény körülmények vannak ebben a börtönben, nagyon durván bántalmazzák a rabokat sok esetben, ezért is lázadtak föl, és hát nem is mondok ennél többet, szerintem maga ez az alapfelvetés is elég erős, de hát ami a valóságban történt, ahogy megoldódott ez a probléma, az nagyon durva, engem nagyon megérintett a végére, és hát tényleg nézzétek meg ti is, én azt tudom mondani. Azt hiszem, azt nem lehet streamelni sehol, de a TK-ban elérhető. Ja, egy gyors gondolat az előzőnök kimaradt, a Mitchells versus the Machines a Netflixen meg tudjátok nézni, úgyhogy könnyű elérni, nyilván az is TK-zható. Na és akkor tovább haladva, mondjuk legyen, hát a Flea-ről már beszéltünk többször is, úgyhogy ezt most a kívülről tudjátok, hogy mennyire jó film tényleg az ebben a kategóriában is domináns. Writing with Fire szintén nagyon érdekes premissza, indiai újságírókról szól, csak nőkből álló újságíró csapat ez. Ráadásul egy olyan kaszból vannak, ami a legalja a kaszrendszernek, tudjátok, kaszrendszer megvan még biztos, Indiában vannak ezek a kasztok, és ők a legalján vannak az érinthetetlenek. Szóval eléggé hát hátrányos körülményekkel indult ez a csapat, és nagyon nagy kitettségre tett szert, meg elismertségre, nagyon kemény, nagyon nem dokumentált témáknak mentek és mennek neki. A mai napig van YouTube csatornájuk félmilliós feliratkozó táborral, egészen elképesztő, amit elértek, főleg amilyen körülmények között, brutális tényleg, hogy hogy kell újságírónak lenniük ezeknek a nőknek, én csak így fogtam a fejemet, hogy tényleg hazamegy a mély szegénységbe, vagy amikor átállnak a digitális újságírásra, és akkor így a csapat fele jelzi szerényen, hogy ő még telefon nem fogott a kezében. Már pedig telefonnal kell nekik újságot írni, nincs kamerájuk, hanem úgy videóznak a kis telefonnal, mint amúgy én tettem a kocka dispután évekig, szóval átérzem a fájdalmat. De a lényeg, hogy ez is egy megdöbbentő és jó sztori, úgyhogy tudom ajánlani, hogy nézzétek meg. Aztán itt van az Ascension, ami talán a legjobb a kategóriából, azt hiszem ezt fogom nektek ajánlani, vagy az Etikát. Na, még adok magamnak egy percet, míg elmondom, miről szól az Ascension. Szóval az Ascension, ez egy különleges dokufilm, mert például teljesen elszakad a szokásos nagyjátékfilmes struktúrától, itt nincsenek beszélő fejek, nincs egy ilyen drámai ív. Maga a film arról szól, hogy milyen a kínai álom. Ez az amerikai álomnak a párja, tehát konkrétan a kínai életet mutatja be, hogy milyen a társadalom, mire vágynak, minekik a szórakozás, hogy állnak a munkához, hogy akarnak egyre többet és többet elérni. Rengeteg párhuzam lesz az amerikai álommal, nagyon durva ezt nézni, ennyire más kultúrkörben. És nagyon jó, hogy valami fura módon engedélyt szereztek a készítők, hogy egy csomó munkahelyre bemehessenek és felvessék, hogy hogy dolgoznak ezek az emberek. Hát gondolom nem lövök le nagy poént, ha azt mondom, hogy egészen döbbenetes. Tehát tényleg, amikor mutatják, hogy például a szexbabákat hogy rakják össze, és kedélyesen cseverésznek az 50 éves kínai mamák, miközben vagdossák a fanszörzetét valamelyik szexbabának, amit valami csorgónyáló nyugati fog a magáévá tenni, mondjuk egy éven belül, hát
egészen elképesztő tényleg ezeket a képsorokat nézni, de tényleg nem csak a munkáról lesz szó, a szórakozás is ugyanennyire lenyűgöző, mint kategória, és egyszerre ilyen fura is. Nagyon szép képek vannak benne, egy picit lassabb tempójú, mint a többi dokumentumfilm, mert itt nem rág semmit a szádba a film, nem fogja senki elmagyarázni, mit kell gondoljál, a képek magukért beszélnek. Nagyon-nagyon jó film volt, nagyon meglepő volt számomra, meg nagyon tanulságos. Igazából ez is egy üzenet volt számomra, miután befejeztem ezt az ötöst, hogy dokumentumfilmeket nézni kell, annyira nem nézzük őket, és pedig annyira jó, annyi érdekes eseményről lehet így infót szerezni, ugye, amik megtörténtek, hát nyilván ezért dokumentumfilmek, hogy mindenképpen ajánlom, hogy minél több filmet nézzetek meg ebből az ötösből, de csak egyet néztek, akkor az legyen az Ascension, vagy az Etika, fú, nem tudom, legyen az Ascension, mondanom kell egyet, vagy hát így indítottam ezt a videót, hogy fogok nektek mondani minden kategóriával egyet, legyen az Ascension, ami szintén egy tékázható film. Ami az esélyeket illeti, hát ezt a kategóriát, ahogy mondtam, a Summer of Soul fogja nyerni, számomra teljesen értetetlen okokból, hogy miért, még csak azt sem lehet mondani, tudjátok, hogy ez az identitás politika, ami szerintem amúgy is túl van gondolva itt Kelet-Európában, ez hányszor játszik szerepet. De azért nem lehet ezt mondani, mert az Etika is elég hasonló nyomvonalon jár, legalábbis ami ezt a társadalmi megkülönböztetés dolgot illeti. De én titkon bízom benne, hogy a Flea azért meg tudja szorongatni a Summer of Soul-t, már csak azért is, mert fényévekkel jobb film nála, tehát tényleg baromi jó film a Flea. Valószínűleg ezt is mondtam volna egyébként ebben a kategóriában, hogyha már nem javasoltam volna, és nem reklámoztam volna eddig is eleget nektek. Tovább megyünk, és jön egy tök jó kis kategória, a legjobb vizuális effektusok, a jelöltek pedig Dune, Free Guy, No Time to Die, a James Bond film, Shang-Chi és a Tízgyűrű legendája, és a Spider-Man No Way Home. Nagyon jó kis film mindegyik, elég sokról csináltam is talán bemutatót, kritikát nektek. A No Time to Die szerintem vizuális effektjeiben itt labdába sem rúg. A Free Guy, ami hát érdekes filmélmény volt nekem egyébként, a Oscar miatt néztem meg amúgy, mert inkább ilyen kicsit gagyinak tűnt, és nem volt annyira gagyi, voltak benne nagyon-nagyon jó ötletek, csak a vége egy picit túl hollywoodias lett nekem, úgyhogy annyira nem lett a kedvencem, de voltak benne tényleg jó elgondolások. Vizuális effektjeit tekintve rendben volt, de hát itt a nagy ágyúk mellett nem rúg labdába. A Shang-Chi nagyon jó volt, nagyon dicsértem annak idején ennek az effektjeit, ahogy a Spider-Man No Way Home is. Talán a Spider-Man jobb volt egy fokkal, talán több mindent kellett megjeleníteni, de basszus nem tudom. Most, hogy így majdnem kimondtam ezt a mondatot, igazából a Shang-Chi-ból is beugrik egy csomó jelenet, főleg a végén, amikor annyi CGI volt, hogy hűha, és egészen jól, tehát nem éreztem, hogy nagyon kilógott volna bármelyik filmnél sem, de ezek a filmek nem rúgnak labdába a Dűnéhez képest, és ezt a mondatot elég sokszor el fogom mondani, előre is elnézést kérek, tényleg így van, ahogy a vizuális effekteket használták, vagy a praktikus effekteket kiegészítették a CG képekkel, hát ez valami egészen elképesztő volt, tényleg a por és homok használattól kezdve az ornitopterekig, amiket lemodelleztek rendes helikopterekkel, de maguk az ornitopterek CG-k voltak teljesen, tényleg sorolni tudnám napestig, hogy milyen jó megoldások vannak ebben a filmben, és mennyire jól nézett ki egy csomó minden. Úgyhogy nekem ezt a Dűnének kéne nyernie, de nem szomorkodnék, ha a két Marvel film közül kerülne ki a győztes, és hogy melyik fog nyerni, megmondom őszintén, nem tudom. Talán a Dűne, mindjárt ránézünk. Hú, igen, a Dűne. 1,02, elég egyértelműnek tűnik ez a meccs, következő Spider-Man No Way Home, 10-10-es occal, aztán Shang-Chi, No Time to Die és Free Guy. Úgy látszik, ez egy lefutott meccs, ezek szerint én ki lennék békülve ezzel az eredménnyel. Menjünk is tovább, és itt megint fogunk találkozni például a No Time to Die-jal, mert hogy ez a kategória az a Best Achievement in Music Written for Motion Picture, méghozzá az Original Song, a legjobb dal, na, és ezt szeretem ezt a részt, tavaly is szerettem, mert hogy meg fogjuk hallgatni ezeket a dalokat, illetve én hallgatom meg, nektek majd csak a megvágott verzió lesz, hiszen hát agyon bannolna a YouTube, illetve hát így is lesz, hogy letiltaná a videót, ha benne hagyok egyet, szóval ha csak 4 dalt fogunk meghallgatni, vagy hát ti ezt látjátok a videóban, az azért lesz, mert kénytelen voltam kivágni valamit, de reméljük, hogy mindez ötöt legalább pár másodpercre tudom demonstrálni nektek, én pedig meghallgatom őket teljes egészükben most. Itt is van a YouTube, ez már tavaly is olyan fura érzés volt, mikor így itt van ez a kis ajánló szekció, olyan, mintha így, hát nem mondom, hogy a naplomba, de hogy így az ízlésemben jobban beleláttok, de most is megnézem, semmi kellemetlen nincs itt, csodálatos. Úgyhogy nézzük, hogy mi az első szám, Belfast Down to Joy. Hát lássuk, Belfast Down to Joy. Klip nincs hozzá, de semmi probléma, én már is hallgatom. Nagyon jó volt. Nekem ez nagyon tetszett. Én nem emlékeztem erre a számra, a Belfastból, amiről még lesz majd szó, de ez így egészen korrekt volt. Nézzük a következőt. Mit választottak az Encantóból? Jaj, miért ezt?
Mindegy, nem mondok semmit, inkább hallgassuk meg magát a számot. Szerintem ennél sokkal jobb szám is volt ebből. Llenas de hambre, siguen andando y navegando un mundo. Ay, mariposas, no se aguanten más, hay que crecer a propio futuro. Szép, szép ez a szám, csak nem a legjobb az Encantóból, de te gyönyörű, nincs ez a probléma. Én jobban szeretem egy picit a különlegesebb számokat, vagy amik így elütnek talán a nagy átlagtól, de abszolút megértem, ha valaki rajong ezért a Notre Dame, nagyon szép, nagyon érzékeny szám. Nekem eddig vezet a Belfast Down to Joy. Na de nézzük, For Good Days, hát igen, én ennyire eltökélt vagyok, hogy képes voltam, és csak ezért megnéztem ezt a filmet, mert nevezve volt egy szám belőle. Nem mondom, hogy túl jó film volt egyébként, pedig hát nem tudom, mennyire látjátok így a plakáton, de Glenn Close és Mila Kunis játszik benne, így talán jobban látjátok, és Mila Kunis egy lejövőben lévő heroinistát alakít benne, akinek ki kell bírnia 4 napot, For Good Days, és az anyukája segít neki ebben. Hát, elég átlagos volt ez a film, annak ellenére, hogy jól játszottak benne, hát nyilván Glenn Close, Mika nem játszik jól. Mila Kunis is jó volt, csak maga a sztori volt egy picit karcsú, de Somehow You Do című számra emlékszem, mert hogy a végén szólal meg a filmnek, a stáblistánál, és tetszett, úgy rémlik, de hát hallgassuk meg most is. So you feel like you've run out of hope somewhere, somehow. Wait, somehow, somehow you do. Igen, igen. Ez egy nagyon jó szám. Ez sem azzal fog hódítani, hogy mennyire különleges, vagy mennyire egyedi, nagyon-nagyon jó kis szám volt. Nagyon megható, főleg a filmnek nyilván a kontextusában. De még mindig vezet nálam a Down to Joy. Na jöjjön a jó öreg Richard király a Be Alive-val. Azt hiszem talán ez az esélyes innen, de majd erre is rá fogunk nézni. Beyoncé, na hát halljuk. It feels so good to be alive. We had Nicky's future plan before they were born. Oké, bejátszások. First date, I took Venus and Serena to the tennis court. I got a million miles on me. They want to see how far I'll go. Jó, nagyon jó, jó. Ezt sem emelik, hiszen nem annyira mezőnyből önmagát a hangszerelés által, viszont Beyoncé az Beyoncé-t, nyilván neki rohadt jó hangja van, úgyhogy ez nekem megelőzi az előző 2 számot, de talán még mindig nem előzi meg a Belfast-nak a számát. Na de, elérkeztünk az a számhoz, amit én már azelőtt szerettem, megvalom tök őszintén, mielőtt a filmet láttam volna. Nagyon szeretem Billie Eilish-t, tudom, hogy nagyon sikk őt utálni, mert ránéznek az emberek, és itt olyan emós lány, hát azért érdemes meghallgatni 1-2 számát. Én azt mondom, és most meg is fogjuk tenni ezt a No Time to Die-jal. I should have known. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? But I fought for a lie. Fool me once, fool me twice. Are you dead or paradise? No time to die. Are you dead or paradise? There's just no time to die. Oh yeah! Most több dolog miatt is ez a nyertes nálam ez a szám. Mondom, én nagyon szeretem, ha valaki picit más, mint az átlag. Neki az előadói stílusa, amit amúgy megértek, ha valaki mondjuk ki nem állhat. De azt el kell ismerni, hogy különleges. Ahogy énekel is, az is picit így váltogat mindig a beszéd, hang, suttogás, meg a magasok között. Én azt nagyon imádom. Azon kívül pedig nagyon illik a filmhez ez a szám. Ez egy igazi James Bond szám. Abszolút visszaadja remekül a film hangulatát. Nálam ez nyer a No Time to Die Billie Eilish-től, és amúgy lehet, hogy inkább ez az esélyes. Most még kicsit elbizonytalanodtam, de mindjárt meg fogjuk nézni. Igen, jól javítottam magam, a No Time to Die az esélyes, 1,5, az nem azért annyira lefutott meccs, aztán jön az Encanto 2,7-tel, majd The Be Alive 6, és végül Belfast és a For Good Days-nek a számai. Úgyhogy ez tök jó, nagyon örülnék, ha ez a szám nyerne, de igazából szerintem itt egyik nevezett sem rossz, úgyhogy bármivel ki tudnék békülni, de hát igen, valóban én vagy a King Richard, vagy a Belfast, vagy a No Time to Die-nak a számainak örülnék, ha ezek nyernének.
kapják. Na és akkor menjünk tovább egy hasonló kategóriához, ez is ugye a Best Achievement in Music Written for Motion Picture, de Original Score, tehát így a score nem csak egy szám, hanem az egész zene. A jelöltek pedig Don't Look Up, Dune, Encanto, Parallel Mothers, The Power of the Dog, ez az ötös. És hát a zenékről azt tudom nektek mondani, tegnap meghallgattam az összeset, mármint így Spotify-on a számokat, mindegyikből öt számot meghallgattam, hogy majdnem mindegyik jó. A Don't Look Up meg az Encanto azért egy picit kilóg, egyik sem volt rossz, csak nem annyira emlékezetes. Don't Look Up-ot hamar elfelejtettem, már most nem emlékszem a konkrét számokra, arra emlékszem, hogy tegnap úgy voltam, hogy not bad, de most már nem tudnám felidézni. Az Encantót sem annyira, de az megmaradt bennem, hogy gyakran használtak ilyen tradicionális kolumbiai hangszereket, például harmonika, marimba, és ezek majdnem minden számban megjelentek így vagy úgy. Ez tök jó volt, de nekem nem volt annyira erős az Encantónak a zenéje. Lin-Manuel Miranda ennél, meg ugye German Franco ennél jobbat is tud, de a számok mondjuk az elején tényleg jók voltak, amikor a családot mutatták be, vagy a We Don't Talk About Bruno, amit már említettem, ezek tök jók voltak. Aztán a következő a Parallel Mothers, amiből arra emlékszem, hogy mennyire dominánsak voltak a hegedűk, nagyon jó hegedű játék volt benne, hát ugye nekünk magyaroknak ez aztán külön öröm mindig, hiszen a mi zenei világunkban is nagyon domináns szokott lenni a hegedű, tök jó számok vannak benne, egy-kettőt innen már le is mentettem magamnak, ami annak a jelen állam, hogy tényleg szeretem, amit hallgatok, de még ennél is jobb volt a Power of the Dog, aminek a zene szerintem az egyik erőssége, fú, nagyon szerettem az akusztikus témáit, már csak azért is, mert mindig volt benne egy kis játék, mindig megbolondították tompított hangokkal, üveghangokkal, diszonanciákkal, nagyon egyediek voltak ezek a számok, nagyon szerettem őket, még akkor is, ha egyszerűnek tűntek eleinte, mondjuk egy gitár vagy két gitár szólalt meg, jó volt nagyon a Power of the Dognak a zenésége, és illet is a filmhez, például ez a diszonancia, amit említettem, de a Dűnéhez nem ér fel, ez sem, mondtam, hogy többször el fog hangzani ez a mondat, mert egyszerűen tényleg Hans Zimmer itt végre meghaladta önmagát, sokáig nem tudta a Dark Knight után, de itt sikerült, ez a mester egyik legjobb munkája, és én jövő hónapban megyek a koncertjére, nagyon várom, ugye itt lesz Budapesten, és benne lesz a Dűne is, úgyhogy vaj, már most, mint egy 5 éves gyerek úgy örülök ennek, de visszatérve a zenére, nagyon változatos, sok minden játszik, például a gyorsulásokkal, lassulásokkal, mármint egy számon belül is, vagy hangosodás, halkulás, ezek így folyamatosan visszatérnek minden számban, sok az ilyen zenei ellentétpár, dominánsak, a dobok, vagy a vokálok, végre változatosabban vannak használva, és tök jól a vokálok, gondoljuk csak a Bene Gesserit számra, ami, hát így a Bene Gesserit, nagyon jó tényleg az egész, imádom a Dűne zenéjét is, mint sok egyéb dolgot benne, őszintén bízom benne, hogy ezt fog nyerni, mert nagyon-nagyon megérdemelné Hans Zimmer ezzel a kis megújulásával, amit itt végrehajtott, szerintem egyébként ez is az esélyes. Így is van Dűne 1,18-as otszal első helyen, aztán a Power of the Dog 4,5-tal, ahogy mondtam, Encanto, Don't Look Up, Parallel Mothers, hát én ugye nem egészen így rangsoroltam volna, nem a Parallel Mothers az megelőzi az Encantót is például, de összességében elégedett lennék, ha tényleg a Dűne nyerne, egyébként ez volt az egyik, amire én magam is fogadtam, nagyon bízom benne, hogy ezt be fogja húzni. Na és akkor menjünk tovább, Best Achievement in Makeup and Hairstyling, hát ezen röviden végig szaladunk, Coming to America, amit tegnap néztem meg szintén csak azért, hogy elmondhassam, hogy megnéztem ezért az egy jelölésért, hát nem az év filmje, de egyébként annyira nem volt gagyi, mint vártam, én a katasztrofálisan szarra számítottam, annál egyen jobb a Coming to America. Igazából amikor nem próbált vicces lenni, mert a vicc ez nagyon nem működött ebben a filmben, akkor kedves volt és sok helyen vállalható is akár. Ezt nem értem, hogy miért a make-up kategóriában van jelölve, megmondom őszintén, tök jó volt a kosztüm dizájn, ezek zseniálisok voltak, nagyon okosan, nagyon jól használták például a különböző családok megkülönböztetésére, üzenete volt a stílusnak, de hogy a make-up and hairstyling, ez miért van itt? Oké, van benne fodrász a filmben is, de hogy így, sőt, több fodrász is, de nekem ez nem ide tartozik. A Cruella az egyértelmű, bár ott is a jelmezek, kosztümök szerintem sokkal erősebbek, mint maga a make-up and a hairstyling. House of Gucci, igen, na itt már végre tényleg el lehet mondani, hogy érthető a jelölés, nagyon jól megcsinálták ezeket az embereket, Lady Gaga-tól kezdve Adam Driverig, maga a film szerintem annyira nem jó, rossz se volt, de hogy így hamar elfelejtettem. Igazság szerint pedig ugye a rendezőt Ridley Scottot nagyon szeretem, mint többször is szoktam hangsúlyozni, de tavaly volt ennél jobb filmje, ugye a Last Duel. Minden esetre nem is a House of Gucci fog ez alapján nyerni szerintem, hanem vagy a Dűne, vagy az Eyes of Tammy Faye. A Dűnében szintén szerintem nem volt annyi smink munka, összehasonlítva mondjuk a kosztüm készítési feladatokkal, de azért ez már jobb volt a tekintetben, munkásabb talán, mint a másik három. Viszont az Eyes of Tammy Faye, aminek itt nyernie kéne, mert tehát itt Jessica Chastaint úgy el kellett maszkírozni Tammy Faye-jé, hogy az valami csodálatos, ahogy Andrew Garfield is, főleg, hogy öregedett, szépen kellett sminkelni. Érdekes film,
Talán még jónak is mondanám, főleg azért, mert a két színész csodálatosat játszik benne. Jessica Chastain, ez zseniális. Andrew Garfield is, aki egy bombaerős évet zárt, többek között ennek a filmnek köszönhetően. De a lényeg, hogy ezt a kategóriát szerintem a Tammy Faye-nek be kéne húznia, és talán így is van, ezt is tartják a legesélyesebbnek, 1,4-es ottszal ez vezet. Aztán Coming to America, Dune, Cruella, House of Gucci, szóval reméljük, hogy behúzza a Tammy Faye. Menjünk tovább a következő kategóriára, ami a Best Sound, Hang, Design. A jelöltek Belfast, Dune, No Time to Die, James Bond, The Power of the Dog és a West Side Story. Teljesen őszinte leszek veletek, nagyon kevéssé emlékszem, hogy milyenek voltak a hangok ezekben a filmekben, mert hogy valahogy mindegyiknél a zene sokkal előbb eszembe jut, mint az attól elkülönített hang, ugye ez két külön dolog. Aminél viszont emlékszem, az a Dune. A Dune-nél emlékszem arra, hogy egy-egy különös dolognak, például a repülő objektumoknak, vagy a lényeknek, vagy formációknak, frakcióknak milyen hangokat adtak, mit rendeltek hozzájuk, ez így megmaradt bennem. Úgyhogy én csak ez alapján mondom, hogy Dune, de itt szerintem könnyen meggyőzhető lennék, ha valaki, aki nagyon emlékszik a hangokra, azt mondaná, hogy nem, mert higgyem el, hogy a Belfastban sokkal jobb volt a sound design, akkor én hinnék neki. Azért én remélem, hogy a Dune fog nyerni, de röviden nézzünk rá. Ó, hát és tényleg a Dune a legesélyesebb, akkor azok szerint másokban is ez maradt meg 1,12-vel, majd No Time to Die, West Side Story, Belfast és Power of the Dog a sorrend. Haladjunk tovább. Itt a costume design, amit már ugye érintettem korábban is. Cruella, az a Szörnyella, az első jelölt, aztán Cyrano, a Peter Dinklage film, Dune, Nightmare Alley és West Side Story. Ezek mindegyike jó. A Cyrano, ami Peter Dinklage-nek egy tök jó filmje, maga a film, musical, nem annyira izgalmas szerintem, kosztümös film, de mindenki kedvenc Tyrionja jól játszik benne, bár annyira énekelni nem énekel jól. Hát itt egyértelmű kosztümös film ezért van nevezve. Cruella, ahol a kosztümök nagyon előtérbe voltak, hát tényleg a film fő narratív vonala, a kosztümök, ugye a divattervezés, Nightmare Alley, ahol ezt a videómban külön is kiemeltem annak idején, West Side Story szintén nagyon jó volt, és hát a Dune, sajnos negyedszer is azt kell, hogy mondjam, de hát most hazudjak, egyszerűen tényleg a Dune-ben, ahogy megalkották a különböző házaknak a ruházatát, amennyi ruhát csináltak, száz nem tudom hány feletti kosztüm téma volt, tehát nem kosztüm, hanem csak téma, és még azon belül is különböztek az egyes ruha darabok, hogy hogy néztek ki a Fremenek, az Atreidisek, a Harkonnenek, hát száz ilyen ruha volt, tényleg nagyon-nagyon jól nézett ki az egész, és talán ez is a legnehezebb feladat, mert ugye olyan dolgokat kell csinálni, amik nem léteznek, ez egy skifi, úgyhogy el kellett képzelni, egyedinek kellett lenni. Én ezért mondom, hogy itt a Dune kéne nyerjen, és megnézzük, hogy mit mondanak azok, akik talán kevéssé elfogultak nálam. Cruellát hozzák első helyre, 1,24, meg tudnék békülni amúgy ezzel is. Dune második helyen, 4-es otszal, aztán West Side Story, Cyrano és Nightmare Alley. Nem lenne baj tényleg, ha Cruella nyerne, mert én mindig nagyon szeretem, ha valamilyen ilyen elemnek van narratív funkciója is, és a Cruellában van, a Dune-ben nincs, azt hiszem, úgyhogy ennyi előnye valóban van a Szörnyellának. Nézzük a következő kategóriát, Production Design, az egyik kedvenc kategóriám, Fust. Nagyon jól meg lehet csinálni, és nagyon sokat tud dobni egy filmen. A jelöltek pedig Dune, Nightmare Alley, Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth és West Side Story. Hát a Dune-t akkor már most az elején mondjuk el, hogy nagyon jó a production design, a szinte hibátlan, erről már beszéltünk többször. A Nightmare Alley is nagyon jó, mint minden Guillermo del Toro film, nagyon nagy hangsúlyt fektet a production designra. Power of the Dog, én annyira nem emlékszem, hogy mi lenne ebben annyira különleges, megmondom őszintén, nyilván western közeget meg kell teremteni, de hogy ezen kívül nem tudom. West Side Story igen, bár annyira innovatívnak ezt nem nevezném, jónak mindenképpen. De például ott van ezzel szemben a Macbeth tragédiája, ami elképesztően jól nézett ki, talán a legerősebb része a fényképezés és a production design volt a Tragedy of Macbethnek. Nagyon-nagyon jó volt, ahogy ezt a már-már kubista stílus megválasztották a hatalmas belterekkel, amiben az emberek ilyen picinek tűntek, tényleg nagyon jó beállítások voltak, nagyon jól megcsinálva, megtámogatva a helyszínekkel, a set decorationnel. Úgyhogy én azt mondanám, hogy a Tragedy of Macbeth nyerjen, csak hogy végre egyszer ne a Dune-t mondjam, de mégis a Dune-t kell mondanom, és hát látjátok is, hogy miért, srácok, Zsuzsanna Sipos, a set decorator. Hát nyilván a magyarnak fogok drukkolni, egy magyar az Oscar jelöltek között, hajrá Sipos Zsuzsanna, megérdemled ezt a díjat, úgyhogy hiába jó a Tragedy of Macbeth production dizájnja, a Dune-nek be kell lesz húznia, nincs mese, és ez volt egyébként a második dolog, amire még fogadtam. A Dune is vezet 1,42-es ottszal, aztán Nightmare Alley, West Side Story, Power of the Dog, és a Tragedy of Macbeth utolsó, nem értékelték annyira ezt mások, mint én, de ezzel nincs baj, a Dune az első, nyerjen is, nyerjen, Sipos Zsuzsa, hajrá! És akkor menjünk tovább, film editing, ami nagy megbotránkozásra ugye nem élőben lesz átadva, hogy pörögjön a gála, ezzel a céllal, ezzel a kifogással hozták ezt a döntést, hanem a szünetben, a reklám szünetben. Hát ez szerintem nagyon gáz, mert az editing az iszonyatosan fontos. Jelöltek
Don't Look Up, Dune, King Richard, The Power of the Dog, és Tick Tick Boom. És hogy ezek közül minek kéne nyernie, mindegyik filmről beszéltünk már, csak a Don't Look Up-ról nem. A Don't Look Up szerkesztése bennem nem hagyott mély nyomot. Lehet, hogy ez az én szegénységi bizonyítványom, de tényleg nem emlékszem rá, úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy ennek kéne nyernie. A többire emlékszem, a King Richard szerintem egyáltalán nem volt különleges. Power of the Dog editing, szintén nem annyira értem, hogy miért van itt, azon kívül, hogy a Power of the Dog mindenhol ott van 12 jelöléssel. Dünénél meg a Tick Tick Boomnál igenis emlékszem, a Tick Tick Boomnál nagyon jó váltakozások voltak, ugye a párhuzamos szerkezete indokolta is ezt az ügyesen váltogatós rendszert. Szóval annak ellenére mondom, hogy egyébként magával a döntése annyira nem értettem egyet, mint a párhuzamos történetmeséléssel, de ahogy megcsinálták, az tök jó volt. Dűne, hát ott több fronton is elég könnyen érthető, hogy miért van ez a film itt, nagyon jó benne, a kontinuitást megtörő, természetfeletti jelenségeket érzékeltető vágások, ez az egész filmet így végigkíséri. De ugye általában nagyon jó a ritmusa a vágásnak, nem is találkozunk rajta, hiszen Joe Walker, aki vágta a filmet, zenész, kompozer eredetileg, el is mondja minden interjúban, amikor erről beszél, hogy neki ezért is fontos az ütemek, a zene, az, hogy a vágásnak milyen hangja van, ahogy ő fogalmaz, teljesen értető, nagyon kevés dolgot tudnánk szerintem mondani, amit egyébként a 2,5 órás hosszú dűnéből máshogy vágnánk, vagy amit ki lehetne hagyni, tök jó. Úgyhogy részemről ez a két film bármelyik nyerhetne, de gyanítom, hogy a Tick Tick Boom az nem a legelőkelőbb helyen lesz, de mindjárt megnézzük. Film editing, Dűne 1,95, na végre egy magas odds, ez az eddigi legmagasabb odds, tehát ez a legkevésbé lefutott meccs eddig. Dűne, King Richard, Power of the Dog, Tick Tick Boom és Don't Look Up a sorrend ezen a fogadó oldalon, hát meglátjuk, hogy melyik fog nyerni. Én nagyon örülnék a Dűnének és a Tick Tick Boomnak is, úgyhogy győzzön a legjobb. Menjünk tovább, fényképezés, talán a kedvenc filmes kategóriám, leszámítva a nagy kategóriákat, de még az is lehet, hogy a nagy kategóriák előtt imádom a fényképezést figyelni, hogy hogy oldják meg, milyen eszközöket használnak, fú, nagyon szeretem ezt. És akkor a jelöltek, Dűne, Nightmare Alley, Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth, West Side Story. De most ez az első olyan kategória, amire azt tudom mondani, hogy minden egyes film kiváló. Végre egy kategória, amire azt tudom mondani, hogy nyomjátok be nyugodtan ezeket a filmeket, vegyétek le a hangot, ne is figyeljetek a történésre, csak így varázsolódjatok el a képek által, és mindegyik filmnek működni fog a varázslat. Nagyon nehezen tudnék sorrendet megállapítani, talán csak, hogy mi az, ahol nincs annyira különleges szerepe a cinematografinak, de hát ezt is kimondja, hogy a Power of the Dognak nincs szerepe az erős atmoszféra megteremtésében, persze, hogy van. És nem is állítok itt fel sorrendet, inkább csak azt mondom, hogy ha nagyon kéne egyet mondanom, akkor, és most lehet, hogy végre meglepetést tudok okozni, mert nem a Dűnét fogom mondani, amit imádok, és Greg Frazert is imádom, mit csinált a Batmanben, atya úristen, hanem a Tragedy of Macbeth-et, mert gyönyörűen van fényképezve az a fekete-fehér alkotás, tényleg mindenképp egy festmény, amikor ott fent a gerendákon ülnek azok a természet feletti lények, oaj, csodálatosan nézett ki ez a film végig, és ebből a filmben egyébként a kedvenc filmes aspektusom ez is volt, a fényképezés. Úgyhogy amellett, hogy a Dűne is gond nélkül nyerhetne, mert egyszerűen lenyűgöző, ahogy kinéz, tényleg háromszor láttam ezt a filmet, kétszer moziban is így néztem végig körülbelül, mint egy hal. Tényleg nagyon jó mindegyik film, úgyhogy végre egy kategória, ahol őszintén tudok mindenért lelkesedni. Nézzük, hogy melyiket tartják esélyesnek, hogy nyerjen. Dűne 1,05-tel, fú, az elég erős, aztán Power of the Dog 3,5-ös otca, Tragedy of Macbeth, West Side Story és Nightmare Alley. Ezek szerint itt a Power of the Dog és a Dűne között fog eldőlni a díj, és a Dűnét tartják esélyesebbnek. Hát hajrá Dűne, e közül a kettő közül szerintem a Dűne volt a jobb, nagyon-nagyon drukkolok neki, de a Tragedy of Macbethnek drukkolok a leginkább, annak ellenére, hogy nem nagyon tartják esélyesnek. No, és akkor közeledünk a nagyon-nagyon fontos kategóriák felé, mert hogy elérkeztünk a legjobb adaptált forgatókönyvhöz, tehát ezek olyan forgatókönyvnek, amik már valamilyen formában léteztek, színdarabként, regényként, és akkor ebből csináltak filmes forgatókönyvet. A jelöltek pedig Koda, Drive My Car, Dune, The Lost Daughter és The Power of the Dog. Ezen filmek közül már hárommal találkoztunk, kettővel viszont nem. Koda egy nagyon-nagyon kedves film, nem csináltam belőle külön videót annak idején, de gondolkodtam rajta. Ez egy siket családról szól, amiben egy halló tag van, egy kislány, vagy nem kislány, egy kamaszlány, mi őt fogjuk követni, és hát ez egy igazi szívmelengető történet. Ha rossz kedvetek van, tegyétek be ezt a filmet. Szerintem semmi extrát nem nyújt ez a film, de amit nyújt, azt nagyon jól csinálja, ha ennek így van értelme. Én nagyon szeretem ezt a filmet. A Lost Daughter, Maggie Gyllenhaalnak a rendezése és az írása is, ugye ő Jake Gyllenhaalnak a tesója, ismerjük. Olivia Colman játszik többek között ebben a filmben, és hát ugye Jesse Buckley, a csodálatos Jesse Buckley, illetve a csodálatos Olivia Colman és Jesse Buckley, mert mindkettő baromi jó színészű, nagyon-nagyon szeretem őket. Maga a film szerintem annyira nem jó, és pont azért, mert nem annyira erős a történet. Nem olvastam el az eredeti regényt,
de hogy amit láttam a forgatókönyvből, nekem egy picit, hát hogy fogalmazzak, úgy érzem, hogy akik értékelik, meg maga a film is úgy gondolja, hogy valami nagyot mond az anyaságról, és hogy az nem mindig egy öröm történet, és vannak olyan anyák, akik nem végzik jól ezt a munkát, vagy nem szívesen munkát, de igazából egy munka is az öröm mellett, vagy nem szívesen csinálják, keresik az individualitásukat, önmagukat, elveszni érzik az anyaságban. Szóval ilyen témák, és nem tudom, hogy azért, mert nagyon sok kis mama, meg kis apuka, vagy ezt hogy mondják, nem tudom. Szóval friss anyuka meg apuka van a környezetemben, nekem egyáltalán nem volt meglepő a sztori, egyáltalán nem éreztem sokkolónak, vagy hogy ilyen tabu témát feszegetne. Számomra ez olyan volt, ami ja, teljesen egyértelmű. És nálam ez nem volt nyerő. A Drive My Car-ról már beszéltem, hogy tanítani kéne, hogy katasztrófa, és sose csináljon senki ilyet. A Koda nagyon jó volt, hogy mondtam, nagyon kis kedves film. A Dűne, hát az igen, a Dűne. Csináltam annak idején videót a könyvből is, csináltam videót a filmről is. Nagyon nehezen adaptálható könyv, nagyon sokat kellett vágni, nagyon át kellett gondolni, mit hagynak benne és hogyan. Nem tökéletes, ezt nem állítom, de hogy kivételes munka az egészen biztos. Power of the Dog, fú, hát ez kemény, mert a Power of the Dog nagyon vegyes nekem. Az a helyzet a Power of the Doggal, és akkor most beszéljünk erről, hogy szerintem egy picit túlértékelt lett az utóbbi időben, mert annak ellenére, hogy a utolsó harmada a filmnek az így fejbevág, és úristen, és egyáltalán kétharmada a filmnek, vagy a fele számomra egyszerűen csak unalmas volt, és meglehetősen, hát klisészerű. Nem mondott semmi újat a feléig a film, nem is mutatott. Aztán persze jön ez az őrítő fordulat, és akkor az az ábrázolás, amiről beszélhetünk, és maszkulinitás, és dominancia, és mi a férfi szerep, és hogy dolgozzuk fel a traumákat, és próbáljuk őket elnyomni, és egy csomó-csomó dolog, és mennyire jó ennek a forgatókönyvnek a vége, hát ez az egy harmad, de hogy ezt a kettőt így hogy gyúrod egybe, ezeket az ellentmondásokat, és én azt hiszem észre, hogy egy csomó megfeledkeznek ennek a filmnek az első feléről, és csak a másodikról beszélnek, szóval kicsit bajba vagyok, hogy hogy értékeljem ezt, de azt tudom mondani, hogy ha valamiért nyer ez a film, mondjuk a cinematografin kívül, meg a férfi főszerepen kívül, akkor legyen az adapted screenplay, nem fájna nekem, annak ellenére, hogy a Dűne azt szerintem sokkal nehezebb feladat hajtott végre, és jobban, egységesebben, mint a Power of the Dog, de nem bánnám, ha a Power of the Dog nyerne, és amúgy szerintem ez is fog nyerni, de majd mindjárt meglátjuk. Talán még egy megjegyzés azért ide, hogy a Dűnéről ugye azt is tudjuk, hogy már megpróbálták adaptálni kétszer is, és nagyon beletört a bicska mindkétszer, szóval talán ez is egy olyan faktor, ami mutatja, hogy egy baromi nehéz munka, és Denis Villeneuve-ék nagyon jól vették ugye ezt az akadályt, ugye többen is írták, itt látjátok is, John Spates, meg ugye Eric Roth. Eric Roth, akit ugye ismerünk, mert nem először nyúl ő könyvekhez, gondoljunk csak a Forrest Gumpra például, és ő írta. Na de nézzük az esélyeket, legjobb adaptált forgatókönyv, Power of the Dog 1,46-tal, aztán a Koda 3,25-tel, Lost Daughter, Drive My Car, és a Dűne az utolsó, nem tudom, hogy ki állította össze ezt, de nem lennék jobban az illetővel. Na de a lényeg, hogy a Power of the Dog az esélyes, nem lepődünk meg, ha ezt fog nyerni, bár annyira nem tűnik ez lefutott meccsnek, de talán megérdemli egy összességében, de mondom, bizonytalan vagyok, hogy hogy is kéne ezt értékelni, ezt a vegyes élményt írás szempontból. Haladjunk tovább, ugye jön a legjobb eredeti forgatókönyv, a jelöltek Belfast, Don't Look Up, King Richard, Licorice Pizza, The Worst Person in the World. Nagyon jó kis mezőny, talán a Belfast a leggyengébb. A Belfast egyébként egy tök kedves és jó film, szerintem sokkal jobban lehúzzák a kritikusok, mint megérdemli. Annak érve, hogy tényleg nem forma bontó, de én szerettem ezt a gyerek szemén átnézett világot, amiben ugye az ír konfliktust nézhetjük meg. Aztán ugye ott van a Don't Look Up, ami bizonyos szempontból nagyon jó, nagyon Adam McKay-es forgatókönyv. Talán egy kicsit abban gyengélkedik, hogy nagyon arcba jövő. Ős, nagyon direkt, lehetett volna egy picit finomabb, tehát itt tényleg csak a hülye nem érti azt, amiről szó van. King Richard nem volt rossz, de én nem mondanám kiemelkedőnek sem a magam részéről, főleg a második részében, amikor nagyon sportfilmes, klasszikus narratívát követ. Az egész az eleje érdekesebb volt, na de aztán, ugye ott van a Worst Person in the World, amiről már beszéltünk, hogy mennyire jól meg van írva, és végül a Licorice Pizza, amiről annyit áradoztam nektek már egy külön videóban, a tavalyi egyik legjobb film volt, talán nekem benne lenne a három legjobb filmbe, az ötben biztosan elképesztően jó ez a forgatókönyv, Paul Thomas Anderson mindig jó forgatókönyveket ír, ez különösen jól sikerült egy olyan területen, ami neki hát nem a komfortzónája, könnyed, románcot bemutató, erős háttérrel, atmoszférával rendelkező világ, ez neki nem egy olyan terep, amit százszor bejárt volna, és nagyon jól vett az akadályt, nagyon természetesek a dialógok, az egész szuper úgy, ahogy van, úgyhogy őszintén remélem, hogy ez a forgatókönyv fog itt nyerni, meg is nézzük, hogy így van-e, legjobb eredeti forgatókönyv. Licorice Pizza
Pizza az első helyen 1,42-es ottszal, Belfast, Don't Look Up, Worst Person in the World, King Richard. Én erre is fogadtam, ez volt a harmadik. Nagyon remélem, hogy meg fogja nyerni a Licorice Pizza, mert nagyon-nagyon megérdemli, és hát ezt is tartják a legesélyesebbnek, úgyhogy bízunk benne, hogy tényleg behúzza és megnyeri az Oscart. Végre PTA 11 nevezés után most már odaadhatnak neki azt az Oscar díjat. Haladjunk tovább, és jön az egyik fő kategória, a legjobb rendezői díj, a jelöltek pedig Jane Campion, Power of the Dog, Kenneth Branagh, Belfast, Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, Ryosuke Hamaguchi, Drive My Car, és Steven Spielberg, West Side Story. Ez az öt jelölt, aki szinte biztos, hogy nyerni fog, ez Jane Campion, fogam sincs, hogy miért, szerintem rendezőileg nem hajtott végre annyira különleges dolgot, megmondom őszintén, de nagyon őt tartják esélyesnek, több díjat is már más díjátadokon megnyert, mint legjobb rendező. Aztán itt van Kenneth Branagh, akit azt hiszem a legtöbbször neveztek különböző kategóriákban. Tehát, hogy 7 különböző kategóriákban nevezték őt, ez mennyire durva már, de nem ő fog nyerni szerintem, és nem is neki kéne. Ryosuke Hamaguchi, no, tehát nem. Steven Spielberg, nagyon szeretem Spielberget, de nem volt bátor a West Side Story-val, nem volt újító, nem volt igazi mondani valója, pedig annyira adja magát a West Side Story, mint mai történet, annyira könnyen, ott vannak benne tényleg ezek az áthalások, könnyen lehetne úgy csinálni, hogy megvannak a modern felhangjai, miközben tiszteli az eredeti alapművet is, illetve megcsinálta volna Spielberg, de hát nem így döntött. Szóval akinek nyerni kéne, Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, aki a 70-es évek Amerikáját, Los Angeles-ét olyan átütő erővel mutatta be, mint mondjuk annak idején Quentin Tarantino a Once Upon a Time in Hollywoodban. Nagyon-nagyon jó rendező, szinte minden filmje baromi jó, nagyon egyediek a filmjei, talán ez a legnagyobb erénye az ő alkotásainak, de most tényleg sikerült ez az atmoszféra teremtés több dologgal is. A fényképezéstől kezdve a vágáson át a dialógusokig minden összejött, szóval ha ezt nevezzük a rendezői érdemnek, hogy így minden összefut egy embernél, és e tekintetben kit értékelünk, Paul Thomas Anderson, de nem ő fog nyerni, szerintem. És muszáj vagyok most itt a vágó asztalnál közbeszúrni egy megjegyzést, mielőtt ránéznénk az otcokra, mert egyszerűen még mindig nem térek magamhoz, hogy komolyan gondolták az akadémiánál, hogy Denis Villeneuve-t nem nevezik legjobb rendezőnek, pont azért, ha abból indulunk ki, amit előbb elmondtam, hogy a rendező az, aki mindent szintetizál, aki az összes filmes aspektust összefogja, egybe gyúrja, aki kicsit mindenben benne van a vágásba, benne van a fényképezésbe, benne van még a production designba is. Ha ezt nevezzük jó rendezőnek, aki ezeket jó kivitelezés összefogja, hogy nincs itt Denis Villeneuve. Ez egyszerűen számra feldolgozhatatlan, tényleg nem bírom megérteni. Főleg, hogyha, és mindjárt visszateszem magam kicsibe, ránézünk, hogy így, tehát most tényleg egy Kenneth Branagh, Belfast, és amúgy nagyon bírom őt is, meg le a kalappal, nem tudom, Spielberg előtt is technikailag tök jól megvalósította a filmjét, de ezeket a rendezői teljesítményeket mérjük össze egy olyan vízió megalkotásával, amire olyan emberek nem voltak képesek, mint David Lynch, tehát egyszerűen ez tényleg felfoghatatlan. Ugye mindig szokott lenni minden évben ilyen Oscar lopás, vagy nem tudom, azt magyarul, hogy mondjuk, ugye angolul az Oscar snub, amikor valakinek nagyon itt kéne lennie, és nincs itt. Ha megmondom őszintén, nekem tényleg csak PTA az, aki fel tud érni az ő teljesítményéhez, mert rendezőileg, hát sajnos szerintem nincs még a közelében se egyik sem, és még sincs itt. Denis Villeneuve egyébként több színész is kiakadt ezen. De ha már most itt vagyok, akkor megemlítek még kettő ilyen Oscar snubot. Az, hogy a cinematografinál, ami egyébként egy nagyon-nagyon jó mezőny volt, úgyhogy ott annyira nem tudok kiakadni, mint a rendezőnél, de hogy itt a Green Knight-nak nem, hogy ott kéne lennie, de nyernie kéne. A Green Knight az, ami tényleg egy fénykép sorozat, tehát ott megállítod 2 percenként a filmet, és van egy háttérképed, egy festményed. Csodálatosan néz ki a Green Knight. Ha semmi másért nem értékelték, legalább ezért megtették volna, tudjuk, hogy nem szereti ugye az Oscar zsáner filmeket, de basszus, hát elképesztően jól nézett ki ez a film, úgyhogy ezt nagyon sajnálom. És még egy, aminél szerintem lehetett volna egy jobb filmet választani, a dokumentumfilmes mezőny, mert mondtam, hogy szinte minden nagyon erős, kivéve nekem a Summer of Salt. Ami itt kellett volna legyen a Summer of Salt helyett, az a The Rescue. A The Rescue, ami nekem ott volt a tavalyi évek legjobb filmjei között, bele is tettem a listámba. Elképesztő történet arra, hogy hogyan mentették ki ugye a táj gyerekeket, a foci csapatot, akik beszorultak a barlangba, és úgy volt, hogy nem tudják őket kihozni, mert áradások vannak, és meg fognak fulladni. És az egész történet, ahogy összeáll a mentőcsapat, ahogy hát veszteségek lesznek, és az egész izgalom, ahogy fel van építve az a dokumentumfilm, amit egy
félig magyar dokumentumfilmes is csinál többek között. Hát valami egészen elképesztő az az alkotás, nehogy kihagyjátok a The Rescue-t tavalyról, mert baromi jó film, annak kéne itt lennie a Summer of Soul helyett. Persze, hát minden évben vannak ilyenek, úgyhogy már megszoktuk, de azért ezek egy picit kiakasztottak, na de menjünk vissza a rendezői esélyekhez. És akkor nézzük rögtön egyből a legjobb rendezőt, Jane Campion 1,02, hát igen, nagyon őt tartják esélyesnek. Aztán Steven Spielberg 20-as occal, Paul Thomas Anderson, Kenneth Branagh szintén 20-asokkal, és végül Ryosuke Hamaguchi leghátul, nagyon helyes. Szóval itt szinte biztos, hogy Jane Campion fog nyerni, szerintem nagyon szomorú, mert vannak erényei abszolút ennek a filmnek, és sok tekintetben kimagasló, ez pont nem az a rendezői munka szerintem. Haladjunk tovább, legjobb női mellékszereplő, a jelöltek pedig Ariana DeBose a West Side Story-ból, Onjen Ellis a King Richard-ból, Jesse Buckley a Lost Daughter-ből, Judi Dench a Belfast-ból, és Kirsten Dunst a The Power of the Dog-ból. Ez a színész kategóriák közül talán a legerősebb. Szinte mindenki jó volt, talán a King Richard rossz színésznő nem annyira, mint a többi négy. Aztán ugye Kirsten Dunst nem rossz, de nem volt túl erős a forgatókönyv, meg a szerep, amivel dolgoznia kellett. Volt ugye ez a megörülés, kiborulás szál nálad, ez nem volt túlírva, az biztos. A következő nálam Judi Dench lenne, aki ha az ablakon néz ki, akkor is Judi Dench lenne, és nagyon-nagyon jó. Bár a párja, Kieran Hines, akire még vissza fogunk térni, még nála is sokkal jobb volt. És akkor a két legerősebb alakítás, Jesse Buckley, csodálatos volt fiatalkori Olivia Colmanként, de még nála is jobb volt Ariana DeBose, aki nálam az egyértelmű nyertes ennek a kategóriának. Talán az egész West Side Story-nak a legjobb része az ő volt, nagyon-nagyon jól játszott, leuralta a vásznot, amikor ott volt. Szóval remélem, hogy ő fog nyerni, bár itt fogalm sincs, megmondom őszintén az occokról, de mindjárt ránézünk, hogy kit tartanak a legesélyesebbnek. Ariana DeBose első helyen 1,05-ös occal, hát ennek én nagyon örülök, Kirsten Dunst a következő, Onjen Ellis, Judi Dench és végül Jesse Buckley. Ez tök szomorú, mondjuk, hogy az utolsó szegényke, de Ariana DeBose első helyen van, és meg is érdemli majd, ha megnyeri ezt a díjat. Nézzük akkor ennek a kategóriának a párját, a legjobb férfi mellékszereplőt, Kieran Hines a Belfastból, J.K. Simmons a Being the Ricardosból, Jesse Plemons a The Power of the Dogból, Cody Smith McPhee szintén a The Power of the Dogból, és Troy Kotsur a Kodából. Rögzítsük itt ezt a tényt, ez egy tök kis kedves ilyen érdekesség, hogy a The Power of the Dogból jelölve van mind Jesse Plemons, mind Kirsten Dunst, akik a való életben egy pár, és a filmben is egy pár. Mennyire jó, hogy mindkettőjüket nevezték Oscar díjra, bár amennyire szeretem őket, szerintem nem nekik kéne nyerni. Jesse Plemons imádom mindig a kis visszafogott játékát, de hát itt azért voltak jobbak is nála. J.K. Simmons mindig nagyon jó, de érthetetlen, hogy mit csinál ebben a kategóriában, szerintem ő csak J.K. Simmons, és azért van itt, nem volt túl sok játszani valója. És innentől kezdve nehezedik a dolog, fú, ki legyen a következő, talán Troy Kotsur, aki nála is van amúgy egy érdekesség, ő a második siket színész, akit neveznek Oscar díjra. Az első, az a filmbeli párja, de nem a mostani alakításáért, hanem egy évtizedekkel ezelőtti alakításáért, amiért meg is nyerte azt az Oscar díjat a párja Troy Kotsurnak. De most itt a Kodáért Troy Kotsurt nevezték, és megérdemelten, nagyon érzékeny, nagyon jó kis alakítása volt neki, de nem tud szerintem labdába rúgni Kieran Hines és Cody Smith McPhee mögött mellett. Hát, fú, nagyon nehéz lenne a döntés a kettő között. Talán Cody Smith McPhee lenne az, akit a második helyre raknék. Fú, vagy nem. Na jó, befejezem itt a nyökögést. Legyen az, hogy igen, ő a második nálam. Nagyon jó, nagyon érzékeny alakítás, nagyon jó választás, főleg Benedict Cumberbatchhez képest, szóval itt a castingot is tudnám dicsérni. Egyébként ő lehet, hogy ismeretlennek tűnik sokunknak, de nem az, mert hogyha megnézzük a filmográfiáját, ha sikerülne ezt jól demonstrálnom nektek, így van, akkor láttuk már a Roadban, láttuk már a Let Me In-ben, láttuk már Nightcrawlerként az X-Menben, szóval tényleg nem egy ismeretlen színészről beszélünk. Nagyon-nagyon jól játszott, és fogta meg pont ezt a, hát ezt a különleges dominancia értékét, vagy hatalmi értékét a figurának, aki látta a filmet, az érti, mert mondom ezt, de Kieran Hines annyira jó volt nagypapaként, annyira minden pillanata egyszerűen öröm volt nézni őt a vásznon, elképesztően jó színész, és ha rajta múlna, én neki adnám az Oscar-díjat, mert lenyűgöző volt a játéka. Nézzük is meg, hogy kit tartanak esélyesnek ebben a kategóriában. Troy Kotsur első helyen, wow, 1,3-as otszal, a Kodás Troy Kotsur, Smith McPhee, második helyen aztán Kieran Hines, Jesse Plemons és J.K. Simmons utolsó helyen. Érdekes sorrend, érdekes lenne a Troy Kotsur nyerne, de nem sajnálnám tőle se az Oscar díjat, ez a hármas, Troy Kotsur, Cody Smith McPhee, Kieran Hines zseniálisak voltak a filmjékben, úgyhogy ez tök jó látni, hogy valószínűleg olyan színészet fog kerülni a díjak, akit megérdemli. Na és akkor elérkezünk talán az egyik legfontosabb kategóriához, a legjobb női főszereplő kategóriája. A jelöltek pedig Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye, Kristen Stewart, Spencer, Nicole Kidman,
Kidman Being the Ricardos, Olivia Colman The Lost Daughter és Penelope Cruz Parallel Mothers. Hát csodálatos színésznő mindegyik, egytől egyik fantasztikusak. Talán aki nálam a legkevésbé volt különleges, Nicole Kidman a Being the Ricardosban. Jó volt, de önmagánál nem nyújtott többet. Pedig egyébként, ha jól emlékszem, őt tartják az egyik nagy esélyesnek. Nálam ő volt az egyik legkevésbé jó, de még ő is nagyon jó volt, ezt úgy mondom. Aztán Penelope Cruz, akiről ugyanezt tudom elmondani, hogy nagyon jó volt, de magához képest nem nyújtott semmi újat. Egyébként az egyik kedvenc színésznőm ebből a branchból, úgyhogy imádom nagyon. Kamaszkoromtól kezdve, gondolom ezt sokan megértik. De aztán ott van Olivia Colman is, aki szintén ugyanaz a kategória, mint Glenn Close, tehát a néz ki a fejéből is csodálatosan teszi, és nem lehet más nézni a vásznon, most is nagyon jó volt. Talán nem kívánt tőle olyan magasságokat és mélységeket a filmje, mint a másik két színésznőtől, aki még hátra van, akik pedig Jessica Chastain, Eyes of Tammy Faye, nagyon jó volt Tammy Faye-ként Jessica Chastain. Én nem ismertem egyébként Tammy Faye-t, úgyhogy utána néztem csak ilyen interjúkat, meg különböző felvételeket, hogy milyen is volt ez a nő, és hát Jessica Chastain az egy év állt Tammy Faye-jel, szóval nagyon megérdemelni, de ott van Kristen Stewart, aki Diana-ként engem lenyűgözött. Nekem a Spencer maga is tetszett, tudom, hogy sokan nem szerették, mert erőteljesebb, mélabúsabb, szerzői film, mint sok más ilyen biopic, ráadásul egy konkrét szakaszára fókuszál az életének Diana-nak, de szerintem ezt a megborult, beteges, paranoid, ugyanakkor valóban sérelmeket elszenvedő női karakter szerepét Kristen Stewart zseniálisan hozta, ahogy ugye elmondtuk már sokszor Robert Pattinson esetében, hogy megjárta a kanosztáját és redeemelte, megváltotta önmagát a Twilight óta, Kristen Stewartra ugyanez igaz. Számtalan indie filmben vállalt ő szerepet, és most elért szerintem az egyik karrier csúcsára, kívánom neki, hogy még sok legyen. Én neki drukkolok, be szerintem nem ő fog nyerni, meg nem is ő az esélyes, túl fiatal hozzá, őt még szinte biztos, hogy nem fogják díjazni, de azért neki drukkolok, illetve Jessica Chastainnek, és akkor nézzük meg, hogy kik a nagy esélyesek. Jessica Chastain 1,7-tel, bár nem lefutott meccshez, 1,7-es ocsalő az első, aztán Nicole Kidman, Olivia Colman, Kristen Stewart, és végül Penelope Cruz. Hát én nagyon örülnék Jessica Chastainnek, már csak azért is, mert ebben az alakításban is jó volt, de tavaly, amit leműveltek Oscar Isaac-kel a Scenes from a Marriage-ben, az ami elképesztő. Ha nem láttatok a Scenes from a Marriage-et, HBO-n meg tudjátok nézni, mindenképpen nézzétek meg. Egyébként jól elmondtam, hogy el fogom nektek mondani, hogy milyen streaming szolgáltatókon tudjátok megnézni ezeket a filmeket, de nem tettem, úgyhogy most pótolom, legalábbis az elhangzottak kapcsán, az említett filmek kapcsán. A Power of the Dogot a Netflixen tudjátok megnézni, a Dűnét pedig az HBO Max-en, ahogy a King Richardot is, ez is már elérhető az HBO Max-en. A Don't Look Up Netflixes film, ugye, aztán a Being the Ricardos Amazon Prime-os, a Hand of God az olasz film Netflixes, és a Tick Tick Boom is Netflixes, és ezen kívül talán még a Lost Daughter-t nem említettem, ami szintén Netflixes. Úgyhogy a legtöbb filmet Netflixen tudjátok megnézni, ami egyébként máshogy lenne, ha lenne Disney Plus itthon, de hát még nincsen, úgyhogy ezt most nem számoltam bele. De a lényeg, visszatérve, hogy a Scenes from a Marriage elérhető az HBO-n, és fantasztikus sorozat, nekem tavaly az egyik nagy kedvencem volt, úgyhogy adjatok annak is egy esélyt, meg hát az Eyes of Tammy Faye-nek is. És akkor nézzük a társ kategóriát, a legjobb férfi színészt. Hát kik a jelöltek? Andrew Garfield a Tick Tick Boom-ból, Benedict Cumberbatch a The Power of the Dog-ból, Denzel Washington The Tragedy of Macbeth-ből, Javier Bardem Being the Ricardos-ból, és Will Smith a King Richard-ból. Hát ez is egy egészen jó kategória. Talán nekem legalább Denzel Washington van, nagyon veretes volt a játéka, mert ezt kívánta meg a forgatókönyv, nem volt egy túl eredeti forgatókönyv szerintem, úgyhogy ezért nekem ő nem annyira volt átütő, amellett, hogy itt már tényleg mindenki jó, tehát ezt így mondom. Javier Bardem a következő, egy szinten Will Smith-szel, tök ügyesen játszottak, nagyon jók voltak, de az a pici extra hiányzott, ami megvolt Andrew Garfieldban és Benedict Cumberbatchben is, de szerintem érzitek a megfogalmazásomból is, hogy ez ilyen full szubjektív, amit itt mondok, tehát, hogy ha valaki azt mondaná, hogy nem és hülyeséget beszélek, akkor azt mondom, hogy jó, lehet, hogy igazad van, de nálam tényleg Andrew Garfield nagyon jól megfogta azt a szerepet, amit meg kellett fognia, egy kicsit az is bennem van, hogy tavaly ő is milyen évet zárt basszus. Hát ott volt a Pókember, amiben vitathatóan a legjobb Pókember volt, aztán pedig a már említett Eyes of Tammy Faye-ben volt csodálatos partnere Jessica Chastainnek, és végül ugye a Tick Tick Boom, amiben ezt a különleges karaktert kellett eljátszania, ezt a bohókás, karizmatikus zeneszerzőt, nagyon jól hozta ezt a feladatot, és még énekelni is baromi jól tud, szerintem igazán megérdemelni az Oscar-díjat, de szerintem nem ő fog nyerni, hanem Benedict Cumberbatch, aki meg is érdemelné, mert mondjuk tegyük hozzá itt is a casting, hát aki őt választotta, mennyire nem ez a klasszik cowboy, és milyen jól mégis eljátszott ezt az erőteljes, igazi maszkulin figurát, hogy aztán átcsúszon valami másba, hogy a kis páncélján hagyja, hogy áttöredezzenek a másfajta életnek a sugarai, hát valami elképesztően ügyes volt. Úgyhogy én szívesen látnám őt az Oscar díjjal, de ha böknöm kellene kettőjük közül, akkor én Andrew Garfieldot választanám pont azért, mert több mindent csinált tavaly,
tavaly, és több rétű dolgokat csinált. Szóval neki drukkolok, de hát nézzük meg, hogy ki fog nyerni. A bookmakerek szerint, úgy nincs sorba téve, de én látom, hogy Will Smith van első helyen. Hát mondom, hogy jó, ügyes volt ő is, de szerintem nem annyira jó, mint Cumberbatch és Garfield. Aztán a második Benedict Cumberbatch, 6-os otccal, Andrew Garfield, és végül Javier Bardem és Denzel Washington. Hát meglátjuk, hogy ki fog nyerni. Én azért örülnék, ha nem Will Smith nyerne, hanem a másik két úriember, akit már említettem, de hát meglátjuk. És végül, hölgyeim és uraim, elérkezünk a fő kategóriához, amire mindenki kíváncsi, a legjobb film díja 2022-ben kié lesz, ki viszi haza az Oscar díjat, a jelöltek pedig Belfast, Koda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog és West Side Story. Hát ugye ez egy bővített lista, hiszen annak idején bővítették, hogy bekerülhessenek közönségfilmek is. Természetesen nem kerültek be közönségfilmek. Annak ellenére, hogy indítottak most megint egy ilyen iniciatívát, hogy közeledjenek a közönséghez is, Twitteren lehet szavazni arra, hogy közönség szerint melyik a legjobb film. Twitteren, amit kb. Csak amerikaiak használnak, de ez nem is probléma, mert eleve úgy csinálták meg, hogy csak amerikaiak szavazhassanak. Hát innen is gratulálok az Oscar bizottságnak. De mindegy, mi kelet-európaiak, nem számítunk, semmi baj, azért én elmondom a véleményem. Szóval beszéltünk már ezeknek a filmeknek a többségéről, és videót is csináltam elég sokról. Dune-ről, King Richardról, Licorice Pizzáról, Nightmare Alley-ről, Power of the Dogról, West Side Storyról, gyakorlatilag csak a felső négyes, ami kimaradt, de ezekről is azért most már beszéltünk. És ezek alapján az én sorrendem a legjobb filmre az úgy néz neki, hogy Drive My Car van legalul egyértelműen, aztán talán, talán a West Side Story, mert nem tett semmit hozzá az eredetihez. Majd a Belfast, ami nem egy túl különleges film, ellenben egy aranyos film, végül a Don't Look Up, aminek a témája nagyon fontos, de egy picit túl szájbarágós, annak ellenére, hogy a humorát én nagyon szerettem. Majd King Richard, ami egy hagyományos sportfilm, egy nagyon erős alaptörténet, ami nagyon-nagyon örök és szuper mindig nézni ezt, amikor valaki elhatároz valamit, és nagyon makacsul csinálja, és bejön neki. Aztán következne nálam a Koda, szerintem nagyon jó feel good film, szóval mindenképpen nézzétek meg, ha még nem láttátok volna. Aztán a Power of the Dog következik nálam, ami szerintem egy picit túlértékelt lett több aspektusa is, de teljesen értető, hogy miért talált be annyira sok embernél. Különleges film, és ez nálam nagyon-nagyon sokat számít, de egyszerűen hazudnék, ha nem mondanám el, hogy bizony a felét untam a magam részéről, szóval nem tehetem magasabbra, bármennyire is erős a lezárása, vagy hát az utolsó harmada. Aztán a Nightmare Alley következne nálam, amit szinte végig szerettem, nagyon szeretem a kis cirkuszos, vándorcirkuszos közeget, amiben ilyen különleges, mentális, trükkös kis részek is vannak szuper színészekkel. Aztán következne, nagyon nehezen tudok dönteni, de annyira sokszor tettem első helyre a Dűnét, hogy most nem a Dűnét fogom a top helyre tenni nálam, bár mert tényleg agyon dicsértem, szóval tudjátok, hogy mennyire szeretem, meg mennyire fontos film nekem, meg mennyire rajongója vagyok a rendezőnek, de mindenek ellenére a Licorice Pizzát kell mondjam, mert egyszerűen Piti, amit itt csinált, ahogy megírta, amennyire eltérő filmet rendezett saját magához képest, amilyen bátor színészválasztásokat csinált, tehát gondoljuk csak arra, hogy a két főszereplő totál amatőr. Szóval nálam a Licorice Pizza az, aminek nyernie kéne, nem fog nyerni, ezt garantálom. Remélem, hogy a Dűne fog nyerni, beszéltem, az se fog nyerni, de őszintén bízom benne, hogy a kettő közül valamelyik esetleg díjat szerezhet valami csoda folytán. Na nézzük meg, hogy melyik az a film, amelyik valószínűleg nyerni fog. Hát igen, nem meglepő, hogy 1,34-es otccal a Power of the Dog van első helyen. Aztán a Belfast és a Koda a második helyen, ami szerintem nem annyira indokolt. King Richard, West Side Story, és végül az utolsó helyeken, nem, de hasonló otccal, 25-ös otccal, Dune, Licorice Pizza, Don't Look Up, Drive My Car így egyben. Az, aki azt gondolja, hogy Drive My Car meg a Dune egy szinten van, az nem tudom milyen műsort nézett tavaly, és a Nightmare Alley az utolsó, azt tartják a legkevésbé esélyesnek. Én nem örülnék, ha Power of the Dog nyerne, megmondom őszintén. Tehát, hogyha meggondoljuk, hogy a filmes aspektusok mindegyikének tekintetében mi az a film, aminek, ha lehántoljuk az érzéseinket az egész értékelésről, egyetlen lehet ilyet csinálni, nyernie kéne, az a Dune. Egyszerűen külön véve az aspektusokat, a zenétől kezdve a vágáson át, a cinematográfiáig, mindent nézve, ez a legegységesebb film. Most mondhatom, hogy elfogultság nélkül mondom ezt, de úgyse hisztek nekem, ne is higgyetek, hanem értékeljétek ti magatok, vegyétek az összes filmet, és menjetek végig minden aspektuson, ti hogy látjátok ezt. Szóval nem örülnék a Power of the Dognak, de hát nagy esély van rá, hogy ez fog itt nyerni. Én azt mondom, hogy ez a mezőny nem annyira erős, mint lehetne, mint amennyire például, tehát semmi nem indokolja itt a bővítést, itt 5 filmet simán le lehetne vágni. Ennek ellenére voltak nagyon jó filmek, és persze mindez, amit most mondtam, igaz az összes díjazottra is. Én remélem, hogy tudtam nektek mondani pár olyan filmet, amit amúgy nem néztetek volna meg. Bízom benne, hogy meg fogjátok
nézni az Etikát és az Ascensiont például. Bízom benne, hogy meg fogjátok nézni a Fleet és a Lunanát, meg a Worst Person in the World-ot, három filmet is a idegen nyelvű kategóriából. Ezen kívül mindenképpen ajánlom még a Kodát, nyilván a kötelezőket el sem mondom, Dűne persze, hogy megnézitek, remélem. Aztán még ami kevéssé talán ismert, az a Licorice Pizza, bár most lehet, hogy az Oscar miatt fel lesz kapva, ne hagyjátok ki, tényleg baromi jó film. Illetve, ha már ezeket a kategóriákat végig futjuk, akkor meg kell említeni, ugye, Andrew Garfieldnek a filmjét, a Tick-Tick Boom-ot, nem mintha nem lett volna jó, Jessica Chastain-nel együtt, az Eyes of Tammy Faye-ben, de azt a filmet talán egy picit kevéssé tudom ajánlani, mint mondjuk a Tick-Tick Boom-ot. Illetve én a Spencerre is azt mondom, hogy nézzétek meg, nagyon, nagyon egyedi film Pablo Larraínnak a filmje. Egyébként, ha már megemlítettük, szintén egy érdekesség, hogy Pablo Larraín ugye rendezett már biopicet történelmi szeméről, a Jackie az ő filmje, amiben ugye Jackie Kennedy-t mutatja be, vagy követi a férjének a halála után közvetlenül, Natalie Portman játszott egyébként lenyűgöző erővel, nagyon jó volt abban a filmben, de a film az nagyon gyenguszka volt. Na, Spencer az filmként is sokkal jobban működik, úgyhogy nézzétek meg, ha tehetitek. És ezen kívül már csak a nagyobb filmeket tudom elmondani, ugye, amikről már egyébként meg elmondtam az ajánlókban, hogy nézzétek meg, szóval szerintem ezeket érdemes idén megnézni, ezeket a filmeket. Nem ez lesz a legerősebb oszkáros év, amire emlékezni fogunk, de azért egy-kettő gyöngyszem van, különösen a kevéssé nézett kategóriákban, ahogy láthattátok, onnan mondtam többet, a nemzetközi filmek, illetve a dokumentumfilmek kategóriájából, amiket annyira nem szoktak ajánlatni, mert akkor kifejezetten többen mondták nekem az utóbbi hónapban, hogy a Licorice Pizzáról se hallottak. Úgyhogy ezekre vessetek egy pillantást, még van szűk egy hét a gáláig, és ugye mindig jobb nézni az Oscar gálát, hogyha igazából drukkoltok is valaminek, minél több filmnek, annál jobb. Én most is azt mondom, szépen töltsétek le másnap, és tekerjétek át a gagyi meg cringe részeket, bár a nagyon cringe az szuper, én azt alig várom, csak a bénácska unalmas részeket fogom áttekerni, mint mindig, vagy az olyan showkat, amik velem kevéssé rezonálnak, de szerintem most is lesz egy-két jó momentum, ahogy tavaly is volt. Én sajnálom, hogy elmozdultak egyébként ettől a családias hangulattól, és annyira erőltetik, hogy nagy nézettségkel, és minél inkább ilyen show műsor az egész. Nem értem miért, szerintem egyáltalán nem tragédia, hogy esik az Oscar nézettsége. Miért kéne sok embernek megnéznie? Az, amit ha valaki így hisztizne, hogy az éves autó dizájneri diátadót kevesen nézik, azok nézik, akik nagyon szeretik az autókat, nem? Tehát az Oscart is az nézze, aki szereti a filmeket, és nézi is őket alapvetően. Szerintem nem lenne baj, ha nem néznék olyan sokan. És ugye tavaly pont ez a kis családias hangulat lehetővé tett tök vicces pillanatokat. Gondoljuk csak Daniel Kaluuya beszédére tavalyról, ha nem láttatok volna, mindenképpen ajánlom, és majd figyeljétek az anyja tekintetét, miközben a drága kisfia mondja az Oscar beszédét, nagyon jó volt. Meg Glenn Close is alakított, Chloe Zhao-nak is aranyos volt a mondani valója, meg talán fontos is. Reméljük, hogy idén is lesz egy-kettő ilyen, ami inkább vicces és emlékezetes, nem pedig unalmas vagy klisészerű. És ezzel a végére is értünk a 2022-es Oscar elemző videónak itt a Kocka Dispután. Végig vettük az összes kategóriát és mind a 38 filmet. Mondjátok el, hogy ti kinek drukkoltok, van-e olyan film, aminek kifejezetten örülnétek, ha nyerne, van-e még mit pótolnotok, esetleg van olyan, amihez meghoztam a kedveteket. Én pedig ezzel megköszönöm a figyelmeteket, és hogy ismét velem tartottatok ennél a hosszú videónál is. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!